Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit idén is a TC2 Reinvent Panditról, ahol az AWS Reinvent konferenciának az érdekességeit fogjuk kitárgyalni. Idén az AWS Budapesti irodájából sikerült bejelentkezni, és itt van velünk a TC2 szakértői csapata, név szerint Cirok László, Cseh Péter, Molnár Sándor, Tukacs Bálint, Szepesi Patrik, és én vagyok Sepsi Károly. Csapjunk is bele, urak, beszélgessünk kicsit, ki mit tartott érdekesnek, milyen hétköznapi megfogható előnyökkel járhat egy-egy announcement, vagy service announcement. Laca, kezdjük veled. Nálam két téma van. A picit messzebbről kezdeném, az egyik az Open Search, ami viszonylag szép évet futott be itt az elmúlt években az AWS-nél. Négy bejelentés volt a Reinvent alatt, amiből három elég izgalmas. Egy kifejezetten Patriknak, ugye, hogy most már lehet a Open Source Serverlessnél vektor engine-t beállítani. Ezt már nagyon-nagyon régóta vártuk. A másik kettő meg arról szól, hogy DynamoDB meg S3-hoz van most már gyári Zero RTL integráció. Úgyhogy az olyan típusú problémáinkat, amik arról szólnak, hogy az S3-ban letárolt végtelen mennyiségű adatot hogyan tudjuk áttalicskálni az Open Search-be, az most már lényegesen könnyebb lesz, hogy annyi kell hozzá, hogy legyen egy jó kis glue-val összerakott táblánk, hogy ezt az Open Search tudja kezelni. Bocsánat, én megakaszthatnak ezzel, hogy Zero RTL, ugye még Reinvent előtt is egy-két dolog kipotyogott itt az announcementek között, és én kétféle típusú Zero RTL fajta integrációt láttam. Az egyik, hogy úgymond ugye extract, transform és load, tehát transformáció nélkül egyik adatbázisból a másikba átnyomjuk az adatokat, tehát mondjuk nem is tudom, RDS-ből Redshift-be, vagy talán Dynamo-ból is Redshift-be, ha jól emlékszem. Ez a másik fele, meg egyfajta ilyen szerben lesz kiterjesztés, ami ugye már régen itt van, mondjuk a Redshift tud S3-ba spektrummal perizgetni, hogy végülis most hasonló az Open Search irányába. Egyébként szerintem mind a kettő nagyon cool ilyen integráció, tehát hogy egy csomó munkától megszabadít, de nekem ez a Zero RTL jelentésében nem adja ki, tehát hogy extra transform load, tehát hogyha egybe átmerünk valamit, tehát nem azért... Lépte csak ilyen csalós, hogy... Igen, tehát nem azért van RTL. Valójában úgy van, hogy az egyik Zero RTL, az Open Search ingestről meg van megcsinálva. Ugye ez egy idei bejelentés, ugye a data prepper-nek a serverless-es változata, ami azért buli, ugye azért mondom, hogy igazad van egy kicsit ilyen csalós, mert ugye közben a data prepperből örökölt ugye pipeline-on ugye tudsz igazi transformációt csinálni, tehát az ott működhet az RTL, ugye? Teljesen tökéletesen jól működik. Ugye a másik meg a ráengeded a rollert, megcsinálja neked a táblát, ugye ez a másik irány, az S3-as. És akkor igazából ott megint csak azt csinálsz, hogy akarsz. Igen, és az integrációs sokasága, ami ilyen szempontból segít. Egyébként nagyon érdekes, hogy még 2020-ban volt Reinventben egy ilyen a Glue-nak, hogy Elastic Views, ami hasonló funkcionalitást lett volna, hogy a Glue mindenféle különböző data source-okból össze tudja szeregetni az adatokat, és akkor abból ilyen materializált view-kat csinál, hogy végül is ilyen módon ez visszajött. Azt nagyon vártam, hogy lesz belőle valami, de az a preview után elhalt, de most ilyen módon végül is ez a funkció tovább lett fejlesztve. Úgyhogy örülünk neki, igen, mindenképp hasznos. Ja. Laca, én még annyit mondanék, hogy néztem valóban az Amazon Open Source Serverless-t, és elég jól működik, mint egy vektor adatbázis, viszont azt szólnék, hogy nagyon drága, tehát minimum 2 OCU unit kell hozzá, ugye ez az Open Search Compute Units, és ez is, tehát hogy ez minimumon van, ez is havi szinten, ez ilyen $200-300, szóval ezért jó szerintem, hogy az AWS most adott különböző integrációkat más vektor adatbázisokkal is, mint például a Pinecone meg a Redis, de nyilván az az előnye az Open Search Serverlessnek, hogy ugye AWS-en belül marad, és nem kell konnektálódni Pinecone-hoz meg Redis-hez kívül. Abszolút, a gyakorlati tapasztalat egyébként az, hogy a sima hétköznapi Open Search domain, mikor eléri azt, hogy te már havi szinten ráköltesz mondjuk $1000, ugye, és akkor a Search-ben az Index Engine-t használod, valamelyiket a kettő közül, akkor érdemes már átváltani a Serverless-re. Ott fordul meg, ugye, mert ahhoz 4 ócuk kellene, csak a vektorhoz kell 2-vel, a másik 2-höz 4-kel. És ott már érdemes a Serverless-szel játszadozni. Ugye ez jó, azért mondtam, hogy 4 bejelentés volt, ugye majd mindjárt mondom a negyedket, hogy most át is dobom a labdát, majd Pepónak.
De egész évben az látszott, hogy ezért indultam úgy, hogy már régóta itt van velünk az open source, hogy valami 20-25 bejelentés volt az open source kapcsán. Tehát nagyon tolja az AWS, és nagyon, nagyon, nagyon jó kis cucc. Ugye most már lehet azt csinálni, hogy gyári integráció van, és akkor megmondom a kulcsszavunkat, hogy Bedrock például, tehát lehetünk machine learning modelleket ugye az open source-ben használni például szemantikus keresésekhez. Elég frankó. Na és az utolsó bejelentés, az pedig az lenne, hogy kicsit hasonlóan ahhoz, hogy az AWS szereti azt, hogyha ott vagyunk nála, ezért ahol lehet ott odafigyel a pénztárcánkra, hogy az open source kapcsán most van egy új szerver család, ami kivezetően arra van kitalálva, hogy jól fussanak rajta ugye, ezek a kis pluszentes megoldások, és az AWS saját ígérete szerint ugye 30-70%-os egyrészt performanciában jobb lesz, másrészt meg árban 30%-os hű. Egyet mind tudunk. Úgyhogy annyi kell hozzá, hogy ugye a legfrissebb 2.11-es open source-ről van csak, úgyhogy tegnap bekattintottam, ez szuperül működik, majd ma hazamegyek és megnézem a posztot. De ez effektíve olcsó, vagy nem az, hogy a price performance arány? Effektíve is olcsó. Igen, de egyébként meg jobb a performance. Másképp rakták össze. Nagyon sok jó dolog van a open source kapcsán. Mindig egyébként ez a Intel meg Graviton, vagy akár az újabb EC2 típusoknál is, hogy megjelenik, vagy típus családoknál, hogy cost performance arányban ennyivel meg annyival jobb, és akkor up to nem tudom hány százalék, hogy egyébként az óradíja nem olcsó, hanem az rajtad múlik, hogy jobban kihasználd, és akkor olyan bőrgólokat rakjál meg. Úgy skálázható, meg úgy perftuning volt, hogy az alkalmazás, ami rajta fut. Ezzel nagyon sok múlik. Ja, mondjuk egy open source-nél, egy managed service-nél ez azért adott, hogy az AWS alá rakja, tehát ez tök jó. Le fogjátok lőni a poénomat, hogy az EM egyáltalán nem éri meg, mert olyan gyorsan jönnek ki az újabb és újabb teljesítményű gépnek, hogy az egyébként és elvi, de ennek teljesen értelmét veszti. Hát az olyan ügyfeleknél, akik elég agilisak hozzá, egyébként igen, ez egy nagy debate volt, ugye nálunk is, hogy mit ajánljunk, mert nyilván nem is tudom, hogyha egy SAP-t rakunk, amit ugye nem fognak egy újabb típus családra jobban ráfaragni, akkor az ugye 3 évig nyugasíl ugyanazok, de egyébként igen, hát a modern alkalmazások már nagyon fontos szerintem is. Akkor a kiváló EC2-vel hát dobtam neki a labdát. Kiváltan, akkor evezzünk is át az adatbázisok tengerére. Itt az egyik legnagyobb hír az az, hogy az IBM DB2 az most már elérhető RDS-en. Ez egy elég régi adatbázis motor, amit az IBM még a 70-es években kezdett el kifejleszteni, és ezért a nagyvállalati rendszerekben azért ez igen jelentős részben jelen van. És eddig EC2 alapon tudtunk ilyet posztolni, de most már a menedzser szolgáltatás előnyét is tudjuk élvezni. Integrálva van a benne monitoring, backup, képesség, logolás, és ugyanazt a DB motort kapjuk meg RDS alapon, mint amit on-prem-ben is megszokhattunk, ezáltal a migrációt meg tudjuk könnyíteni. Egyébként ez régebben én nagyon sok igényt láttam DB2-re, de az utóbbi években meg nem kigondolt, vagy nem tudom, hogy csak én nem nézek egy jó helyre, hogy mintha mindenki Postgres párti lenne, aki AWS-be akar jönni. És én szomorú is vagyok, mert ugye kiválóan jó példa volt arra, hogy ha DB2-t van a földön, akkor használhatjuk az SCT-t végre, mikor DB-t migrálunk, és akkor erre most hát van DB-t. Van is tív, van a tív megoldásra szerencsére. Ilyen sima conversion tool, ugye? Egyébként az sem az, hogy fordítani akár egy modernebb rendszerbe. Hol lehet ezt leginkább látni, akár ilyen pénzügyi rendszereknél, vagy akár SAP, legalább ilyen SAP installáció, és DB2-vel futhatnak, ennek nyilván van vagy egy migrációs híve, csak ott ezt fel lehet használni. Abszolút, igen. Mert ott is már forszolják át a kedves üzereket. Igen, Hanára. Az is, igen, véges ideje van, de nyilván megvan a piuszkészek, tehát az életes rosszabb ezekhez. Hogyha adatközpontot migrálsz, mozgatsz, fejlesztesz, akkor az első lépés, hogy akkor nem akarsz azonnal AnyDB-ről váltani, fel tudod hozni. Igen. A tudatik lépés, hogy felrakod, lift and shift, és utána a változás. El tudod kezdeni az azonos refaktor életet. Valóban. Itt igen. Látok benne egy potenciális lehetőséget.
Ezen túl volt még egy elasztikes, fontos bejelentés, egy serverless integrációt kapok. Ez egy népszerű caching motor, ami MKSD és Redis alapokon fut. Ennek korábban csak klasszikus, hát compute alapú üzemeltetése volt, hogy menedzselt EC2-t kaptunk a szolgáltatásunkba, de most már elérhető a serverless, ezáltal a kapacitás tervezés az most már hátradobható. Ezáltal, hogyha van egy spiky workloadunk, akkor a háttérben ez dinamikusan tud nekünk skálázódni, és ezáltal mind pénzt, mind időt tudunk spórolni ezzel az új szolgáltatással. Ez egy régen várt feature. Igen, egyébként el tudom képzelni, hogy ez nagyon hasznos lesz, ugye a Aurora szerben lesz is ez a V2, ez kiválóan működik. Most egy feleinknél látjuk, hogy igen, a V1 az még nem állt készen, de biztos ennek az alapjaira fel tudták húzni a cache-re is ezt a skálázódást, úgyhogy a legtöbb Aurora, amit látunk, tehát hogy éjszaka nem nagyon használják ezeket a rendszereket, ugye nem sok olyat látunk, amit tényleg igazán globális lenne, tehát biztos, hogy megvan jön ki. Munkaidő lekövetés legjobb helyen. Igen, abszolút. És ez ebben tud nekünk segítséget nyújtani. Illetve még volt egy sztori is bejelentés, amit szeretném megemlíteni, az S3 kapott egy új datatiert, ami a kis fájlokra nagyon jó hatással van. Ez az Express One Storage Class, amit AI, ML vagy Data Pipeline-okhoz találtak ki. A latency hol érdekes az S3-nál? Amikor nagyon sok kicsi profile-dal akarunk dolgozni, az nagyon fontos, hogy az milyen gyorsan van letárolva. És ez, ami a nevéből lehet következtetni, ez egy egyázis megoldás, hogyha az AZ-val bármi lesz, akkor mint adatvesztésre kerülhet a sor, hogy a szolgáltatás az 3.9,5-nál tud üzemelni esetben szinten. A data durability az 4.9-es, hogy alapvetően ez stabil, de viszont hogyha DRT-t tervezni, arra figyelnünk kell, hogy ez nem egy olyan stabil történet, mint a standard class, de viszont teljesítményben 10-szer gyorsabb a standard class-hoz képest, hogy ez a kis fájloknál ez nagyon erős, és akár a EC2 compute felül is ez az új storage class már object tárolóként fel lehetne használni kis fájlok írására, olvasására, mert ez korábban ez probléma volt, hogy hiába van multi AZ, jó teljesítmény nagy fájloknál, a kis fájloknál ez probléma volt. Ez itt is egy érdekes kapu, és 30%-kal olcsóbb a standard class-hoz képest. Most szuper, igen. Három. Kiválóan mondták. Köszönöm szépen. És az utolsó bejelentés, ami nekem még nagyon kedvenc, az MTLS téma, az a Mutual TLS, a képirányú SSL ellenőrzés. Ez korábban csak az API Gateway által volt támogatva menedzselt szolgáltatás szinten, és az igény az egyre nagyobb, és most már akár OLV-vel is ki lehet azt kitelezni. Az ügyfelkörben egyre több helyen felmerülő igény, hogyan csinálj meg AWS-be ilyen szolgáltatás, és most már menedzselt szolgáltatással rendelkezésre, hogy MTLS-t használjunk, és OLV-vel integrált. Pénzügyi szektorban jön, igen, tehát több helyen is láttuk, mit igény, hát ez most akkor jó eséllyel egy jóval egyszerűbb megoldás, mint az API Gateway azért volt több munka. Igen, vagy akár egy Network Load Balancer és EC2 alapon megvalósítják az MTLS-t. Ez a harmadik opció, amit meg tudjuk beállni a platform szinten, ez egy remek dolog. Ez szuper kicsi. Jöjjék én? Gyere fel! Jó, én viszont vetíteni fogok, hogy nem nyomjátok meg ezt a Office képet, amire engeditek. Egyrészt ez nekem mantó is lesz, hogy amiről beszélni fogok, meg egy-két mindig többet ér, mint ezer szó. És én két dolgot hoztam, az első ezek közül ez a Post Optimization Hub-nak elnevezett pénzügyi központ. Engedjétek meg, hogy egy URL linkkel megnyissam. Tehát ez a Financial Management szolgáltatások oldala az AWS-nek, csak bemutatnám azt, hogy itt van körülbelül 10 kategória itt a képernyőnek a bal oldalán, és hogy mennyi AWS szolgáltatás kapcsolódik ehhez. Egyszerűen elképesztő, hogyha itt valaki kosztot akar optimalizálni, egyszerűen odáll hozzá, és az a kérdés, hogy na akkor melyik szolgáltatással is hogy kezdje ezt az egészet. Tehát egyszerűen gyakorlatilag az eszközöknek végtelen a tárháza,
Ezt egyébként ajánlom, ezt az oldalt, ezt, ha valaki optimalizációval akar foglalkozni, ezt nézze át. De én igazából az a Cost Optimization Hub-ról szeretnék beszélni, ami gyakorlatilag ezen szolgáltatásoknak az összegzése. Tehát összegyűjti az összes optimalizálási ajánlást, és ebből csinál nekünk egy C-level, high-levelnek érthető tortadiagramot, diagramot. Ennek nagyon szoktunk örülni mindig, mert ugye nincs időnk semmire, és akkor csak ránézünk, és el tudjuk dönteni, hogy na mit csináljunk, illetve mit kezdjünk ezzel az egésszel. Nem élő organizációs példát hoztam, mert nem akartam compliance sértést elkövetni senkinek az organizációban, úgyhogy ez a announcement ehhez kapcsolódó blogból van itt ez az oldal. Tehát ebben azt látjuk, két fontos adat van ezen a fő oldalán az Optimization Hub-nak, hogy mennyit tudnánk spórolni, hogyha bármit is csinálunk, illetve itt van még egy százalékos adat, hogy a havi költésünk hány százalékát tudnánk megspórolni. Tehát amikor nekiállnánk egy ilyet optimalizálni, mindig az, hogy megéri ezzel nekünk szórakozni, mennyi problémát fog okozni nekünk ez az egész történet, csak úgyhogy erről a két adatból nagyon jól el lehet dönteni azt, hogy például 55%-ot tudnánk spórolni, amennyiben itt nekiállnak ennek a projektnek. Mm-hmm. És egyébként ugye a TC2 is a zászlójára tűzte azt, hogy fél évente felülvizsgálja az ügyfélek adatokat, mind performancia, mind security, mind cost szempontból, és gyakorlatilag az AVS által kiadott újdonságok, a költségcsökkentések gyakorlatilag fél évente újra tervezésre adnának okot, és ez egy például egy olyan ábra, ami alapján ezt tényleg el lehetne kezdeni. És akkor, tehát ez egy összefoglalója az összes financial management szolgáltatásnak, és akkor, amikor itt ebbe le akarunk túrni, itt direkt a PDF-ben kiemeltem azokat a kulcsszavakat, amit talán jobban meg fogtok tudni jegyezni, hogy ajánlott akciókat lehet itt a lefúrás kapcsán, itt a hub felületén csinálni. Tehát például nyilván főként compute erőforrásokról van szó, tehát le lehet állítani, újra lehet méretezni, upgrade-elni lehet, át lehet állni a Graviton típusú gépekre, vagy pedig az AVS által korábban is már ajánlott savings plant, vagy RIT, Reserved Instance előfizetéseket lehet választani, és akkor ennek megfelelően gyakorlatilag inicializálni lehet projektet, hogy a meglévő infrastruktúránkkal mit akarunk kezdeni. De nem csak ennyit csinál ez az Optimization Hub, hanem például olyanokat is ajánl nekünk, hogy ha valamelyik EC2 esetében mondjuk újra akarjuk egy másik instance típusra migrálni az infrastruktúránkat, szükségünk van-e leállásra, újraindításra. Lehetőségünk van-e rollbackre, tehát nagyon sok olyan támpontot ad, ami megkönnyíti ezeket az újratervezési projekteket. Tehát ezt mindenképpen én ajánlom azon kollégáknak, akik felülvizsgálják a működő infrastruktúrát, vagy esetleg előbb-utóbb azt szoktuk mondani projektek során, hogy oké, megy az installáció, amikor bejönnek az első havi számlák, akkor mindig eljön az igazság pillanat, és azt fogja mondani a CFO vagy a management, hogy na, hol lehet ebből vágni. Hát itt innét kell elindulni, akkor ajánlom a figyelmeteknek. Egyébként ez, ugye nyilván ezt a mi is, mint TC2 cost review csináljuk, a nagy részét csak épp azon filóztam, hogy ez a Graviton átállás, ezt viszont nagyon kevés helyen tudjuk megtenni, mert ez már alkalmazás layerben is igényel változást, ugye nem csak platform szinten, meg a right sizing, ugye ez egy régi téma itt nekünk házon belül, hogy ugye virtuális gép szinten, tehát EC2 szinten meg tudjuk tenni, mondjuk konténer workloadoknál meg kevésbé, tehát ott jó eséllyel azzal fut, amit a legelején a fejlesztő valamit kitalált így felből, hogy szerintem elég lesz 8 giga RAM, meg nem tudom hány core CPU, és akkor azzal szaladgálnak ott a Kubernetesben, az a skálázódnak, holott lehet, hogy sokkal kevesebben rá tudna menni, tehát hogy ezekre érdemes ráfókuszálni, főleg, hogy nagy ilyen... Biztos, hogy így van, igen, hajlamosakba érni a hercsággal, hogy a legösszesebb... Igen, én nyilván senki nem megsérte, de hogy ez a folyamatos iteratív rászabjuk a workload-ra a resource-okat, ez azért fontos, tehát ez nem egyszer történik meg, hanem folyamatosan az időben.
A Graviton hozzá egy tipp, hogy nehéz elindulni az átállásról. De viszont a menedzser szolgáltatások azok egy nagyon jó támpont ez irányban, hogy elindulhatunk akár egy Intel platforma, és át tudunk állni akár Graviton architektúrára túl nagy kockázatvállalás nélkül. Igen. Ez egy jó belépő, és egy másik gondolattal csatlakoznék rá erre az új konzolra, hogy a Compute Optimizer az korábban nagyon jó ajánlásokat tett alapból. Hozzájött fejlesztésként, hogy akkor vannak külső metrikáink, és most a legújabb bejelentés, hogy hozzákapcsolódóan, hogy ki tudjuk válaszolni, hogy akkor a saját Instance generáción belül akarunk-e menni, vagy akarunk egy gravitonos útvonalat csinálni, vagy szeretnénk hagyni, hogy akkor maradjon a meglévő X86 architektúránk, és ezzel a képességgel okos volt a rendszeren, ez sokszor előfordult, hogy gravitonos workload-ra tett javaslatot. De vannak use case-ek, amikor ezt nem tudjuk megtenni, és most már testre tudjuk szabni ezt a döntési motort, hogy milyen platformba látjuk a jövőt. Ez is egy könnyítés ehhez az új felülethez. Igen, tehát mindenképpen ajánlatos itt elindulni, aztán lefúrva az ajánlások közül megfontolni azt, amit valóban végre akarunk, vagy végre tudunk hajtani. És akkor itt akartam volna elmondani, de lelőttétek, hogy az ERI az már egy kicsit ilyen okafogyott dolog, olyan gyors a változás, hogy még gyakorlatilag egy évre sem éri meg lekötni az erőforrásunkat. Igen, ugye a savings plannek a compute, ugye, amit... Hát amit, szép, most már savings plan. Ugye az is az EC2 típus, az ugye még... Az instance based, a savings plan instance match. Igen. De minél flexibilisnak akarsz lenni, akkor csak a compute. Nyilván, aki tud flexibilis lenni üzletileg is, tehát hogy az a másik felemek, hogyha igen, ezt valaki nem tudja kihasználni, akkor beáldoz 10-20% discountot, szóval nem, azért nem egyértelmű minden esetben szerintem. Örülhoz függvénye inkább. Igen. Jó, akkor mennék tovább a második történetre, és itt egy kicsit beszélnék az FSX családról, de azon belül is. Ugye az FSX családban 4 fájrendszert ajánl menedzsert szolgáltatásként az AWS, ezt a Lustre, a NetApp-nak az ONTAP, vagy az OpenZFS és a Windows File Server file server megoldásai. Amennyiben az interneten hozzákerestek, akkor itt, vagy rákerestek, akkor találtok egy nagyon jó táblázatot, amit itt éppen mutatok, hogy melyiknek milyen tulajdonsága és paraméterei vannak. Itt most itt az újdonságok kapcsán az ONTAP-vel kapcsolatban fogok két dolgot említeni, és mivel az ONTAP-re akarnám kiegyezni ezt a 7 percet, amit itt kaptam. Mit pedig az, hogy bemutatja ez a táblázat azt, hogy milyen paraméterei vannak, és főként ugye az olyan alkalmazások esetében, amik főleg Windows-ra írott alkalmazások, ugye eddig kizárólag a Windows FSX for Windows File Server jött szóba, és különösen ugye amiatt, mert ez támogatta a Samba megosztást, illetve ez az egész Windows-os Active Directory féle autentikációt. És amennyiben nagy sávszélességű felhasználási területeken kellett Windows-os alkalmazásokat fájrendszerhez illeszteni, akkor általában be voltunk szorítva be az FSX for Windows-os történetbe, és itt jött körülbelül egy éve vagy két évvel ezelőtt ez az ONTAP-es megoldás alternatíva, ami már, ahogy látjátok is itt ebből a táblázatból, jó pár szabványt támogat, tehát gyakorlatilag kiváltható az FSX for Windows egy ONTAP-es megoldásra, mint platform, mint pedig fájrendszer protokoll tekintetében. És most, ami újdonságként előállt, itt az idei reinventen, hogy óriási mértékben megnőtt a sávszélesség ennek a fájrendszernek, 9-szeresére emelték fel, nyilván egy horizontális skálázás segítségével, de gyakorlatilag már egészen elképesztő sávszélességeket tud megvalósítani, gyakorlatilag render farm, médiás alkalmazásoktól kezdve a machine learning és az adat
területen mindenhol alkalmazhatóvá válik. Tehát egyrészt az egyik bejelentés az, hogy a sebességben már pariban van komoly fájrendszerekkel. A másik bejelentése pedig az, és akkor itt, tehát itt kiemeltem azt a news blogot, ahol éppen erről írlak, itt látszik azt, hogy 9-szeres sebességet értek el úgy, hogy 6 darab H-párba tett fájszervert alkalmazva, ezeket mondjuk egy AZ-ben letelepítve tudjuk elérni ezt a sebességet, de sok esetben ezen alkalmazásoknál ez is megfelelő, ahol a sávszélesség a fontos. És amit akarnék még mondani, az az, hogy amennyiben, bár mi találkoztunk már ilyen megoldással, de nem nagyon használjuk, amennyiben shared VPC-t, shared sandboxot akarunk, shared subnetet akarunk használni, és ebben akarunk file servert telepíteni, akkor ezt is már multi AZ-ban támogatja ez a NetApp ONTAP. Kicsit erről hadd beszéljek, tehát itt ezen az ábrán láthattok egy olyan hálózati architektúrát, ahol egy meglévő multi-accountos rendszerben ki van alakítva VPC, és azon belül különféle subnet struktúra, és hogyha nem akarunk extra adminisztrációs workloadot magunk nyakába venni, akkor meg tudjuk osztani ebben a network accountban lévő subneteket, VPC-t nem, de subneteket meg tudunk osztani más workloadokkal, más accountokkal. Ennek az a szerepe, hogy ezen accountokban lerakott erőforrások adminisztrációs szempontból teljesen elkülönülnek mondjuk ettől a network account adminisztrációs felületétől, de ugyanakkor mégsem igényelnek egy komplex transit gateway-es hálózati architektúrát, egyszerűen menedzselhetővé teszi a kibővítési multi-accountos struktúrába alakítva a subnet architektúrát, és akkor ebbe a shared subnetes architektúrával illeszkedik bele, így ez zontepes multiázés és shared VPC-s történet, tehát lehetőség van arra, hogy egy ilyen shared subnetes shared VPC-s infrastruktúrába megosztott fájrendszert üzemeltessünk. Hát én ennyit. Egyébként az RFS helyett is használható, nem? Igen. Ugye? Igen, tehát azért ott is volt izzadás, már amikor rengeteg kis fájlt kellett volna gyorsan beosztani, vagy módosítani, nem tudom, de igen. Volt egy két. Habár most is volt az RFS egy ilyen update-et, vagy kétszer volt minden évben, de igen, jobb volt. Still not enough, igen, amikor elhelyeztek az előnk. Tehát én mindenképpen ajánlom, aki eddig Windows, FSX for Windows-zal operált, és ott mindenféle AD-s vagy egyéb problémákkal ütközött nehezen tudta üzemeltetni, mindenképpen boccolja le a NetApp-ot, mert egy használható alternatíva. Egyébként ágban ez mennyire kompetitív, nem tudom mennyire, ugye ez volt az utolsó faktor, hogy egyáltalán a Google-t elszűrjük tőle. Igen. És ezt erre nem tudom, hogy de nyilván, hogyha igen kell a performáció, akkor ez. Szinte ez a teljesítmény tökéletes, hogy egy ilyen szín belül elérhető, és ha szeretnénk rendelkezésre állást növelni, akkor van ONTAP-nak alkalmazás szinten replikációs képessége, hogy nem multi-jelzi, hanem akkor két klaszter között tud replikálni, és akkor ezzel még lehet növelni az üzlet folytonosságot, hogy nem kell ettől a számoktól megérni. Van erre is lehetőség. Igen, és a NetApp-nak a teljes fájrendszer adminisztrációs túlkészlete használható rá, ami kicsit bővebb, mint ami a Windows rendelkezésünkben. Igen, ez egy svájci bicska sztoris tekintetében. Pálint, parancsolj. Igen, na, kanyarodjunk vissza a Gravitonhoz, mert hogy az Amazon bejelentette a legújabb ARM processzorának a preview fázisát, ugye ez a Graviton 4-ről van most szó, és ez egy in-house fejlesztésű, de ugye az ARM-től licenszert architektúrájú processzor. Nagyon gyors történeti áttekintés. 2018-ban jelentették be az első generációt, ez már akkoriban hatalmasat robbant, már ugye 45%-os teljesítménynövekedésről beszéltek. A hasonló 64 bites X86-os pocikhoz képest, aztán rá egy évre, szóval még nem is több évről beszélünk, megérkezett a második Graviton processzor. Itt egyébként 7-szeres teljesítménynövekedést
is el lehetett érni, így ment a marketing, sőt egyébként a legebbő pontos számításoknál pedig duplát. Egyébként nagyon sok ilyen számításhoz egy komoly újabb mérőszám volt, igen. 21-ben aztán 25%-os volt, és akkor utána most igazából elérkeztünk a 4-es verzióhoz, aminél meg 45%-ot írnak. Adatbázisok, Java és web alkalmazások. Így a fő célpontok az AWS marketing osztályától. Ezeket emelték ki. Összegyűjtöttem egyébként néhány ilyen technikai érdekességet, hogy mit lehet tudni erről a procéről. 96 darab ilyen Neoverse V2-es kórja van. Ez a Neoverse V2 egyébként szintén egy ilyen armos architektúra, kvázi egy ilyen plan, hogy akkor hogyan, mit hogyan szerveznek. Szóval ezt a részét is tőlük licenszedik. V9-es ilyen instruction set-tel, majdnem 200 megányi L2-es van egyébként a proxyba. És ilyen magunk 2-2, ugye, és 12 darab ilyen DDR5600-as memória channel rendelkezik, szóval ilyen brutális. 540 gigabyte per szekes memória sávszélességgel. Úgyhogy ez nagyon kecsegtető egyébként, hogyha ki tudjuk egyébként ezt használni a különböző alkalmazásoknál. Egyébként ezzel kapcsolatban nekem vannak ilyen tapasztalataim, hogyha sikerül egy ilyen single instruction multiple data alkalmazásra architektúrát ugye kialakítani, és ezzel együtt egyébként ilyen processing pipeline-os működést, azt hiszem az a kettő nem mindig jön teljesen össze, akkor ugye ez leginkább ilyen HPC-s környezetek, akkor egyébként nagyon jó egyébként a Graviton ilyen pályaszámításoknál egyébként használtam már korábban, és hát volt vele feladatunk. És arról is egyébként olvastunk elég sokat, hogy ugye ez már valamennyire az az irány, amit ugye a GPU-s computinggal lehet ugye érni, viszont szerintem nekem az volt a megértésem, hogy annál viszont egyszerűbb. Talán egyszerűbb, ez egy ilyen első lépcsőfok, hogy akkor elinduljanak abba az irányba, és itt is már ugye komoly teljesítménynövekedést lehet elérni. Plusz árban is azért sokkal olcsóbb egy ilyen gravitonos gép, mint egy GPU-s erre kialakított rendszer. Igen, igen. Hol lehet már használni? Európában már elérhető? Én úgy láttam, hogy ott még nem, de nem merek rá megesküdni. Szerintem még Amerika. Amcsi. Pár hónap is megjön, igen, Európában is. Mi milyen egyszerű volt régen, csak azon nosztalgiázom, amik volt, nem tudom. 5. M, meg R, meg C, meg C, és akkor most akkor meg kell... Azért ma ez szinte külön szakma, hogy az egyszerűen milyen típus rakja rá, hogy ideális legyen a price performancia arány, meg egyébként vannak is ilyen túlok, hogy próbálgatják, cserégetik alatt, tehát nyilván az alkalmazásnak akkor kell tudni fogni, mondjuk Gravitonon meg többin is, hogy ez kipróbálható legyen, de tényleg, és akkor el tudom képzelni, hogy 4-5%-okat is faragni lehet, és hogy a Graviton az még nagyobbra mondják ugye a price performance előnyét, úgyhogy biztos, hogy megéri ezzel foglalkozni, ha megköltések vannak ilyen EC2 szinten. Sőt, még az árat félretéve még van egy karbonsemlegességi irányelv is, hogy ha megnézzük, hogy mennyi áramot, energiát fogyasztunk el egy klasszikus X80-t, és az arrát mellé tesszük, akkor a carbon footprintünket drasztikusan csökkenteni, hogy ez is még egy igen. Hasznos. Ez ma már egyre inkább számít. Igen. Hát még annyit írtam egyébként ide, ez csak ilyen gondolkodtató, hogy milyen érdekes, hogy attól függetlenül, hogy az Amazon igazából ezeket így in-house fejleszti, és nagyon komoly erőforrásokat belerak, és nem nyomja a piacra, mert hogy így ezeket kvázi nem tudod megvenni. És
kizárólag mit szolgáltatást tudod igénybe venni, hogy mennyi, évről évre mennyi mindent ki tudnak hozni, és egyébként itt nem csak a graviton processzorokra kell gondolkozni, hanem például ilyen mesterséges intelligenciát támogató csipjeik is vannak, sőt ugye ott van a Nitro család, ami kvázi a szíve az összes datacenternek, ilyen hypervisor, hálózat és ilyen security vonatkozású csippeket is jártanak, úgyhogy és jó, nyilván meg tudták volna ezeket venni a piacon, de mégis jobbnak látták, hogy megcsinálják saját magukat. Mondok mindezt a Apple gépen mögöttől. Igen. De manapság ki lesz már datacenterbe gépeket, most ezt idézőjön be, direkt erre az asztalra szálltam ezt a becét. Tehát igazából a saját piacára gyárt. Igen. Ez a legolcsóbb. Igen. Van még egy gyors témám. Ez egy picit más vizekre vezünk, mert hogy itt már elkezdem előkészíteni a terepet a partijéknak. Ez az Amazon Q-nál van egy ilyen Code Transformation nevezetű ilyen szolgáltatás, és igazából ez a szolgáltatás azt tudja jelen pillanatban, ennek ugye most indult el ez a preview fázisa, hogy Java alkalmazásoknál, tehát a Java 8 és Java 11-es appokat tudja felfrissíteni Java 17-re. Most ugye miért fontos ez? Egyébként az Amazonnál is nagyon-nagyon sok Java-s alkalmazás futott vagy fut, ezt nem tudom pontosan, de egyébként nekem az a meglátásom, hogy leginkább ugye az itthoni IT-ról tudok beszélni, hogy nagyon sok cég ugye a banki szektorban, illetve telco szektorban nagyon ilyen Java központú volt, és és ugye Java 8 és 11-nek egyébként már lejárt az extended supportja, bocsánat, a premier supportja, most egy picit puskáztam, és az extended support is ugye ketyeg, ez egyébként nagyon-nagyon komoly pénzeket felemész, és ugye attól függetlenül, hogy egy újabb verzióval kapunk LTS-t, a fejlesztők is jobb szeretik az újdonságokat, security szempontból is jobbak ugye az újabb verziójú alkalmazások, és ezzel a Q-Pro Transformation-nál kvázi néhány gombnyomással fel lehet ugye ezt így update-elni. Megnéztem egyébként ezt a blogposztot, egyébként érdekes volt, mert egy kicsit ilyen jobban bemutatták. Szóval nem is csak ilyen arról volt szó, hogy ez egy marketing anyag, hanem kvázi már egy ilyen blogpost volt, hogy hogyan csinált. És elővették a Visual Studio Code Editort, vagy az IntelliJ-t, nem tudom már, és tényleg arról van szó, hogy a Code Whisperer-t nyilván be kell állítani, és akkor ott kell kvázi annak egy ilyen jogot adni, hogy ezt átfolyassa az Amazon Q, és kvázi átmegy a kód, és utána lehet látni a különböző steppeket, hogy hol tart, elkezdi ugye átalakítani, lebuildeli, stb. Stb. A végén van egy ilyen preview fázis, hogy megnézed, hogy minden oké-e, de kvázi a legvégén így kiköpi ugye a Java 17-es felfrissített alkalmazást. Egyébként volt még egy érdekesség, amit olvastam, az az, hogy az Amazonnál ezt elkezdték használni, egyébként ezt az előbb már lelőttem, de egy ötfős csapat 1000 alkalmazást elkezdett ezzel feleptételni, és 2 nap alatt végeztek, átlagosan 10 perc darab volt, 10 perc volt per darab. Jó, ezek lehet, hogy ilyen, tényleg ilyen mini mikroszerviszek, de az a lényeg, hogy akkor is jó sokáig hagyták, hogy akkor így ketyegjenek. És egyébként én pont erre gondoltam, hogy ezt egyébként nagyon sok cégünknél ki tudnánk egyébként, lehet, hogy be tudnánk dobni, hogy elkezdjük felfrissíteni az alkalmazásaikat, amiket akár csak ilyen lift and shift-szerűen, vagy de igazából ez már... Igen, ez már valamennyire egy picit ilyen replatform irány, de igen. És akkor tudnám nekik segíteni, egyrészt ugye teljesítményben is általában ezek már erősebbek. Security, az biztos, hogy örülne neki. Compliance. Compliance.
Úgyhogy... Egyébként ez, ugye ez egy csomószor előjön mondjuk DB engine váltásnál is, ugye, hogy olcsóbb vagy open source-ra, tehát mondjuk Aurora Postgres-re, és hogy mindig ott akad meg. Tehát, hogy a business case jó, a pénz bejönne, látjuk az előnyöket, feature, performance, és a többi security, de hogyha nincs megfelelő test framework az alkalmazásra, akkor azt mondják, hogy hát is hogy fogjuk ezt végtesztelni, mi van, ha eltűnik. Egyébként szerintem egy nagyságrendel kisebb gond ez ugye alkalmazás layerben, meg ugye Java upgrade-ben, de hogy gyanítom, ugyanide jutnánk vissza, tehát hogy arra is valamiféle mondás mindig kell. Ettől függetlenül egy erős mondás, de hogy szerintem azért igen az esetek jelentős részében, ha nincs megfelelő tesztingben, csak manuális van, meg csak nagyon ritkán, meg nem agilis, nem pörögnek az iterációk ugye a fejlesztésben, akkor amiatt nem upgrade-elték még valószínűleg jó eséllyel, úgyhogy... Én nagyon picit gyanús vagyok, amíg járva nyújt. Nem nagyon, és még picit gyanús vagyok. Lehet, hogy már fejlesztő csapat már rég kihalt. Igen, van ilyen. És van még egy jó hír, az, hogy a betűnye, mert tudom, hogy igen, hanem volt. Nem? .NET. .NET. Nem, úgy értem, hogy az output nem jelva lesz. Ja, hogy átfordítjuk, bocsánat, igen, azt akkor félreértettem. Igen, egyébként az lenne a legjobb. Hát igen. És .NET-ben milyen lépcsőket elmogatva, vagy milyen versziók elérhetőek? .NET-be? Semmilyen. Szóval az most tervező van, hogy egy hasonlót megcsinálják. Ott is láttuk már ilyen elmúlt versziókat. Úgyhogy szerintem elmondtam minden fontosat. Köszönöm szépen. Jó, akkor én át is veszem, és most egy kicsit áttérnénk a generatív AI-ra, vagy a mesterséges intelligenciára. És kifejezetten a Bedrockról szeretnék egy kicsit mesélni. Én nem ilyen bejelentéseket fogok olvasni, hanem próbáltam így összegezni az egészet, mert túl sok lett volna, hogy kiválaszza 2-3-at. A Bedrock igazából egy API, ami az OpenAI-nak a riválisa szerintem, és jobb is jelenleg. Ugye a Bedrock által van egy API, amin keresztül használhatjuk a különböző nagy vállalatoknak ezeket az LLM-eit, ugye ezeket a large language modelleket, ezeket az NLP modelleket. Itt gondolok például az Anthropic-ra, a Facebooknak a Llama modelljére, a Cohere-re, tehát itt nagyon sok modell közül lehet választani, és hogyha valaki felmegy a Bedrockra, először modell access kell neki, tehát először be kell állítani, hogy kér access-t, és a legtöbb modell Amerikában elérhető, már nagyon sok van Európában is, de ne lepődjön meg senki, hogyha oda megy, és az Európában még nincs annyi modell, viszont akkor is kell kérni egy access-t, és utána tudunk mondjuk kipróbálni ezeket a modelleket, és az AWS-nek van egy Bedrock Playgroundja, ami megmutatja, hogy melyik modell mire ajánl. Tehát van, amit arra, hogy szöveg összegzés, van, amit arra ajánl, hogy szöveg értelmezés, szöveg generálás. Tehát így nagyban segít a fejlesztőnek abban, hogy kiválassza, hogy melyik modellt használja. És ezeket ki lehet próbálni, és a saját use case-ekhez lehet úgymond használni. És itt a Bedrockon keresztül lehet fine-tunolni is modelleket. Ez a fine-tunolás ez azt jelenti, hogy a saját adatainkkal tanítjuk meg a modellt. Ez viszonylag drága jelenleg, tehát ez több millió forint egy ilyen saját modellt letrénelni, meg használni. És kifejezetten azért olyan drága, mert hogy egy saját modellt akarunk csinálni, akkor úgymond egy ilyen provision throughputot kell vásárolni, ami azt jelenti, hogy egy megkötött időre le kell kötni ezt a modellt, és hogy mi mennyit akarjuk használni, ez ilyen 3-6 hónap, minél nyilván, mint a savings plan-ekben, minél tovább kötöd, annál olcsóbb és annál jobban jársz, de emiatt óvatosan kell bánni azzal, hogy milyen modellt tanítunk, meg hogyan nem szabad egyből csak megtanítani, mert viszonylag drága is lehet. A tanításom úgy áll, hogy megmondjuk, hogy mi lenne az input, és mi lenne az output, és ezt egy JSON-ba berakjuk, hogy input, mi a TC2, és akkor az output pedig elmondaná, hogy a legjobb felszolgáltatós cég Magyarországon, nyilván, és... Ez nem kell machine learning. Szóval ezt a fine-tune-ra ezt érdemes tudni. Ugye sokat hallottuk már erről a regről is. Ez azt jelenti, hogy
dokumentumokat, amik vannak, el tudjuk menni, el tudjuk menteni egy vektoradott bázisba. Ugye erről beszélt a Laca is az elején, hogy van az open source-nek is a szerver lesz támogatottsága, illetve most már van a Pinecone is, a Redis is, amivel össze lehet integrálni az AVSS modelleket, és ezáltal tudunk keresni a dokumentumok között. Ez úgy történik, hogy rászűrünk egy kulcs szóra, és az a kulcs szó azt vektorizálja, tehát elmenti úgy, mint egy számot, és utána a vektor adatbázisban megnézi, hogy ez mihez hasonlít a legjobban, és azokat a dolgokat visszaadja nekünk, és utána, miután visszaadta azokat a releváns dolgokat, azt a chunkot, úgynevezett chunk, egy chunk egy ilyen, hát egy ilyen 5-6 mondatból álló szöveg, azt beadja egy LLM-nek, és az LLM pedig összegzi, és megmondja, hogy válaszol arra a kérdésre, amit feltettél neki. Tehát először a vektoradatbázisból kigyűjtjük azt az információt, hogy nekünk mi kell, és utána azt adjuk meg a LLM-nek, amit mi választunk ki, és az meg jól összegzi, vagy jól esetleg még berak információkat, ami szükséges. Tehát ez nagyon fontos, és ez egy igen fontos része a mai generatív AI-nak. Nagyon sok dolog van, szóval egy-két dolgot ugye ki fogunk hagyni, mert ez inkább egy nyitott beszélgetés. Ami szerintem még nagyon érdekes, hogy most már kijött az AVS-nek is a multimodellje. A multimodell az azt jelenti, hogy képet és szöveget is egyaránt tud értelmezni. Ez azt jelenti, hogy ha mi mondjuk feltöltünk egy képet egy ábráról, akkor a modell értelmezni tudja a képet, és utána a szöveget mondjuk ki tud adni. Tehát mondjuk a Sanyinak, én láttam az előbb ezt a VPC-s rajzát, tehát én azt sem tudtam, hogy eszik a gyiszek, és ezt én beadnám a modellnek, és akkor a modellnek kell leírnám pontosan szóra, hogy itt mi történt. Tehát ez a multimodell, és már ezek is elérhetőek a Bedrockon keresztül. Még gyorsan kitérnék arra, hogy mik az agentek, mert nagyon sok ember dobálózik, hogy így úgy meg agentek. Az agentek annyit úgy kell értelmezni, hogy amikor fine-tunolunk egy modellt, vagy ha nem is fine-tunolunk, hanem csak használunk egy modellt, akkor az agentet be tudjuk állítani, hogy a modell az hogy válaszoljon nekünk. Tehát például be tudjuk állítani, hogy te egy senior Node.js fejlesztő vagy, és szeretném, hogy elmagyaráz nekem ezt a kódot úgy, ahogy egy seniornak elmagyaráznád. Tehát úgy a maga, ez azt jelenti, hogy a nehéz részeket magyarázza el, de be lehet állítani, hogy mondjuk egy juniornak magyarázza el, és akkor minden sokkal részletesebben mond el. Szóval maga egy agent, ez azt jelenti, hogy személyre tudjuk szabni, hogy milyen válaszokat adjon nekünk egy modell. És mielőtt még befejezném, még arra térnék ki, hogy ez fontos érteni, hogy amikor fine-tunolunk egy modellt, az azt jelenti, hogy a saját adatunkon fogjuk megtanítani, illetve már a megtanult, tehát az úgy képzétek el, hogy mondjuk van 100 darab paraméter, amit meg tud tanulni egy gép, és 80 már megvan, és az utolsó 20-at azt mondjuk, hogy a mi use case-ünkre szabjuk, és úgy tanítjuk meg, ez a fine-tunolás, ez egész drága. Viszont amikor csak használjuk ezeket a modelleket, akkor az nagyon olcsó. Meg lehet nézni az AWS-nek az oldalán a price-en, hogy mennyibe kerül, de egy API hívás ilyen 0,001 dollár per 1000 token. Egy token nem mindig egy szó, de általában lehet úgy általánosítani, hogy egy szó, tehát így ki lehet nagyon könnyen számolni, hogy mennyibe kerül, amikor mi így használjuk. Tehát, hogyha valaki adhok használja ezeket, akkor teljesen olcsó és nagyon jól működik, akkor lesz drágább, hogyha fine-tunoljuk a saját dolgainkon, illetve az utolsó dolog, hogy most már integrálhatóak a Bedrock modellek különböző SDK-kon keresztül, tehát például Python ott a Boto 3, és így step function-ökkel keresztül bármit meg lehet csinálni, meghívja a modellt, fine-tunolja, keressen a vektor adatbázisban, szóval nem kell a Bedrock playground-on játszadozni vele. Én ennyit szerettem volna mondani a Bedrockról, nem tudom, hogyha van bárkinek kérdése, mert ha nem, akkor a Karcsinak továbbadom a szót. Nekem csak inkább egy érzés, hogy reflektálnék erre, hogy mondhat, hogy mondhatjuk, hogy a legjobb itt a versenyben, hogy nyilván ez szubjektív, tehát azért nagyon erősen nyomul, ugye OpenAI, meg Microsoft, meg a Google is, de hogy igen, úgy idén tavasszal ugye a ChatGPT akkor itt páros lábbal berúgta az ajtót, és akkor mindenki ezen ámuldozott, meg egyébként szerintem még ma is
a közmegértésben a Jenny AI-ra egyébként a ChatGPT, tehát ezzel teszik egyenlővé. És akkor nyáron kijött a Bedrock, akkor láttuk, hogy na, akkor itt alakul valami, de hogy azért nyilván az AWS mindig úgy ad ki szerviszeket, hogy ilyen minimum viable product jelleggel, és akkor egyre jobb lesz. És hogy most, nekem most van bennem az az érzés, hogy igen, ez nem csak, hogy versenyben van, hanem talán túl is szárnyalít mindenkit, ugye azáltal, hogy a többi provider behozza egységesen, illetve ugye nem tudom, azt mennyire nézted, Patrik, hogy a Bedrockban lehet például ilyen kontrollokat és guardrail-eket berakni, tehát hogy még a modelled milyen témákat kerüljön ki, mire ne adjon tanácsot. Tehát hogy ezek az elemek hagyományosan ilyen blackboxként vannak kezelve. Hát ez még most nem mondanám, hogy whitebox, tehát hogy teljesen átlátszik, de meg lehet adni témákat, hogy azokra hogy reagáljon. Ugye van benne tracing, tehát igen. Majd az Amazon Q-ról fog beszélni, hogy ott is látszik, hogy milyen forrásokat használ fel, ahogy válaszol. Tehát ez már nem az, hogy most akkor teljesen itt vakon megbízva elfogadjuk, hanem látszik, hogy alátámasztja, hogy akkor mi alapján mondja ezt. Úgyhogy szerintem nagyon is kezd ott lenni, hogy egy nagyon erős konkurencia alakul ki itt a Bedrock vonalon, meg az Amazon Q-val. Egyetértek, tehát hogy így szerintem nagyon jó, tehát az AWS rájött arra, hogyha nem tudod feltétlenül legyőzni a legjobb OpenAI modellt, akkor vásárolj fel kell mindenkinek a Model Access-t, és ezáltal... Igen, meg hát szövetségre lépnek is. Igen, és ezáltal verhetetlen. Tehát hogy én használtam az OpenAI-nek az API-t is, meg a Bedrockot is így tesztelésre, és azért látszik, hogy az AWS egy ilyen azért elég komoly infrastruktúra van mögötte, mert az OpenAI-nál például rendszeresen van, tehát egy hét napból háromszor minimum valami outage van, vagy szerverhiba, AWS-nél pedig sosem, és ezért sokkal megbízhatóbb az AWS-nek a Bedrock modelljei. Igen, meg az OpenAI-nál is ez a multimodeles feature is, nem is tudom mikor, de nincs egy hónapja szerintem, most lehet, hogy pontatlan vagyok, és akkor hát, hogy ez mégiscsak cool, ez mégiscsak jó, de hogy annyira szorosan jön mögötte a többi fejlesztés és a többi versenyző, hogy egyébként ezt cégek nem tudják ilyen gyorsan adoptálni, tehát mondhatjuk, hogy mindegy, tehát nem fogja senki három hét alatt ezt lefejleszteni meg. Ez nyilván legjobb esetben is hónapok mire odaérnek a cégek, tehát hogy mondhatjuk, hogy teljesen mindegy, irreleváns, hogy most nem tudom, egy-két héttel előbb járnak a feature-ökben. Még egyes szolgáltatók. És egyébként az OpenAI-nál is van több nyelvi modell, csak ugye akkor igazából itt most arról van szó, hogy ők kitaláltak több félét, meg akkor különböző súlyúak, meg... A modellek abban térnek el gyakran, tehát hogy van ugye a multimodell is, de most például a jelenleg az Anthropic-nak a Cloud V2-es modellja az úgy úttörő, hogy a leghosszabb context length-re van. A context length az azt jelenti, hogy az LLM milyen nagy memóriája képes, tehát hogy hány darab tokenre képes emlékezni. Jelenleg az OpenAI-nak a modellje a GPT-4 100 000 tokenre, most jött ki a Cloud V2-esnek egy újítás, hogy 200 000 token, tehát az már hosszabb, mint egy könyv. Tehát, hogy, és nyilván vannak benchmarkok, hogy hol kezdi el veszíteni a memóriáját, de hogy le van tesztelve, hogy 200 000 tokenre, tehát olyan, mint hogy a 200 000 szó nagyság, rendileg, de ugye egy token nem egy szó általában, kicsit rövidebb, de hogy képes ilyen hosszú memóriára. Tehát ebbe például már az OpenAI elé ért az AWS, hogy ezt tudja ajánlani. Igen. Tehát itt ez fontos, például ilyen hosszabb szerződések elemzésénél, stb. Ilyen nagy mennyiség dokumentumán. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy ilyen rövid távú memória, ami ugye segít a válasznak a... Pontosan. Van hosszú távú, meg rövid távú. Hosszú távú, amint tanult, és a rövid távú pedig ez a context length, ami képes megemlékezni egy bizonyos mennyiségi szövegre. Elég erős a verseny, de igen. Nekem egy olyan látszott, hogy szerintem a legnagyobb kupac, ugye láttuk az összes bejelentés, több mint 100 volt, a legnagyobb kupac az egyértelműen a AI. Igen. Messze annyi volt, mint szerintem az összes közös is. Igen. Igen, és egyébként én is erre, ezzel folytatnám, elfűzném fel. Hát az egyik announcement, amit már itt nem is tudom, elég régóta vártunk, ugye van a Code Whisperer, ami egy ilyen fejlesztői IDE, és akkor ott ad ilyen kódgenerálási tippeket, vagy hát konkrétan legenerálja ugye a szabadszövegesen megfogadott igényekre, és ugye itt lett Terraform support többek között, ugye más funkciókkal együtt, hogy
ugye nálunk azért zömében leginkább Terraform fejlesztés megy, és a nem tudom, a csapatnak fele kétharmada most ilyen intenzívebben, kevésbé intenzív módon, de foglalkozik vele. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. Hát nyilván látjuk a konkurenciát itt is, tehát tudjuk, hogy milyen egyéb túlok vannak, amik esetleg már eddig is tudták. De ez egy nagy öröm nekünk, hogy ezzel lehet a fejlesztéseket, és akkor az AWS ekoszisztémen belül ugye minden továbbra is integrált módon működik. Egyébként nem tudom, ez a Gen AI, ez a fejlesztőket, vagy ugye akikkel beszélek, így megosztja, hogy nehogy már jobban tudja, mint én, meg hasonlók, de hogy én nagyon gyakorlatias vagyok szerintem, és ugye ebben is én inkább úgy tekintek rá is, és lehet, hogy kicsit ledegradálom ugye a technológiát, hogy inkább, hogy mint egy asszisztens, és mindenkinek van egy asszisztense, nem tudom, havi másfél dollárért, és akkor ezeket a kuli munkákat, meg a boilerplate codingot megcsinálja, és akkor a kis junior lehet, hogy nem jól csinált, akkor ott átírok három karakter, de hogy a ilyen productivity boostingnak, tehát hogy amivel senkinek nincs kedve foglalkozni, meg a code kommentelés, meg a dokumentáció, tehát ez erre viszont kiváló szerintem, és mindenkinek érdemes használni, úgyhogy én biztosan nem bírtok, hogy fogjuk venni a Code Whisperert, ugye ez alapján alaposabban megnézve. Hát a másik, hogy ez szintén Gen AI, én az Amazon Q-t nézegettem, meg kicsit egyébként nyomkodtam is, ugye ez most preview-ban van, meg csak USA Data Center-ekben. De ugye az Amazon Q az Bedrock alapokra épült, ilyen Enterprise Chatbot Service, tehát ott már kifejezetten, mint mondjuk, amit a ChatGPT-ben látunk funkciókat, azok elérhetők, és egyébként olyan vicces, mert pont ugye itt szűkebb körben arról beszélgettünk, hogy kellenének a Bedrock elé is olyan enterprise funkciók, mint ugye SSO, tehát hogy IDP integráció, meg a history logolása, meg ugye a különböző guardrailek, és hogy pontosan kijött be az AWS ugye itt a reinvent alatt, és például én összeraktam egy olyan integrációt, csak ilyen játszásképpen, hogy ugye az Amazon Q-ban az a pláne, hogy nagyon jól lehet testre szabni, tehát ugye van egy, az alap LLM, az betanult rengeteg AWS által ugye összehordott adaton, és ilyen különböző data source-okat lehet neki megadni, tehát például a TC2 website-ra simán rákróloltam, és akkor beszipkázta, beindexált az adatokat, és akkor bármit kérdeztem onnan a website tartalmakról, tudja, hogy ki az a TC2, milyen szolgáltatásai vannak, meg milyen case study-k. Tehát ilyen szempontból nagyon ügyes. Mondjuk azért lehetett olvasni híreket, hogy vannak ilyen halucinációi ugye a Gen AI modelleknek, hogy azt hiszi másról, hogy az az igaz és nem az, de egyébként én is nem tudom, egy 10 kérdésből lejutottam oda, hogy attól függően, hogy rakjuk fel a kérdést, be lehet zavarni, és simán mondott olyat, ami egyébként nem igaz a TC2-re. Tehát megvannak a rendszernek a gyengeségei, de az irány szerintem rettentően jó, mert ugye a data source-ok nem csak ilyen websájtok lehetnek, hanem az Atlassian Stack, tehát a Jira, a Confluence, a Slack-be, a SharePoint-ba, a Google Docs-ba, tehát ugye megint csak ugye, mindig ilyen integrál use case-ek jutnak eszembe, hogy nekünk is a tudásbázisunk kb. Ilyesmi szolgáltatásokban vannak, és hogy egy olyan ilyen intelligens chatbotot lehetne alkalmaznunk, ami aztán átlátja azt a rengeteg több évnyi anyagot. És emellett vannak pluginok is, amik meg ugye nem csak ilyen read-only jelleggel, hanem akár write módban is tudnak működni. Most azt hiszem a Jira-ra van, a Salesforce-ra, meg a Zendesk-re talán, meg még egy valami. De egyébként erről is már évek óta ilyen általános beszélgetésekben én szoktam mondani, hogy amikor ülök a dugóba, nem tudom, két óra hosszát, mert havazik és minden elveszett a budapesti forgalom, hogy milyen jó lenne egy ilyen intelligens asszisztens, gépi asszisztens, hogy foglald be a mozijegyet, meg mit tudom én, fizess be a számlát. Most nyilván ez lehet utopisztikusnak tűnik is messze van, és nagyon kell vigyázni a határokkal, hogy mit engedünk meg, meg mit nem, de már ott van, hogy azt mondjuk ennek a chatbot interfésznek, hogy vegyél fel egy tiketet a Jirába, erről meg arról meg amarról, és akkor az ott kimehet. Tehát, hogy ez már azon túlmutat, hogy csak javasol, és mond valamit, összegerebézi a tartalmakat, hanem itt már action-öket is lehet bele csinálni. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon előremutató, ez ma még nem biztos, hogy használható, de amilyen tempóval fejlődik, szerintem maximum fél év, és itt óriási innovációk lesznek is, és új pluginokkal. Egyébként én ahogy beléptem az Amazon Q-ba, a legelső, amit kerestem, hogy hát, hogyha az aktuális
Amazon accountban, nekem meg tudja mondani, hogy mi van, tehát, hogy nem tudom, volt-e leállás, milyen ecikettő futnak, nincs ott ilyen, nem tudom, orphan security group, vagy network interface, tehát, hogy a mi munkánkat mennyire segíteni, hogyha lenne ilyen, de hát ez most nincs, de hát, hogyha beakad a fülébe valakinek az AVS-nél is lesz ilyen fejlesztés. Úgyhogy én nekem nagyon tetszik, és szerintem abszolút ott van az élvonalban az AVS ezekkel a fejlesztésekkel. És még egy gondolat, és aztán igen, lezárom, hogy ugye nem tudom, láttátok el, hogy egy csomó helyre be is integrálta az AVS az Amazon Q, tehát hogy ott van a Redshift-be, a Glue-ba, a FixSight-ba, a nem is tudom, a Code Catalyst-ba, meg még X helyen. És hogy egyébként, hát szerencsére egyre ritkábban, de azért előjönnek ezek a kérdések, hogy jaj, hogy nem csináljuk felhőben, meg hogy megcsináljuk open source-ból, hogy ez megint olyan lesz, hogy bevisz a Redshift-be a Data Warehouse-ba, és akkor kérdezel hármat, és egyszerűen megvilágosodsz teljesen, és az emberek szerintem utáni fogják, hogyha nem rendelkeznek ezzel a szolgáltatással egy idő után, tehát ezért fogja mindenki azt mondani, hogy hát on-premise-ben én már nem csinálok ilyet, mert egyszerűen nincs értelme, mert mire átlátom, meg megkapom ezeket az információkat, az nagyság rendekel több idő. Úgyhogy hát szerintem megint nagyon gurítottak ezzel a Q-val, és ez nagyon szépen ki fogja forni magát itt idővel. Másik oldalon meg nem félsz attól, hogy azt tudják mondani a cégek, hogy hát ezen meg rajta van, kvázi ugye a... Ja, az ilyen kóvilásra. Igen, és hogy akkor mi van, hogyha ellopják az adat? Hát ez benne van, ugye nyilván szerintem olyannak kéne megetetni, amit nem félsz, hogy aztán arról beszél, tehát ezek a guardrailek egyébként azért egy csomó helyen láttuk, hogy addig csűrik, csavarják az emberek a kérdést, hogy a végén csak kikotyogják, tehát kimondatják a modellel, amit egyébként tiltva van neki, tehát ezek a guardrailek biztos, hogy nem bomba biztosak, szerintem amit nem akarunk, hogy kiszivárkassan, azt egyszerűen nem kell vele megosztani, tehát ez én is azért bőven gyanakvó lennék ebben. De egyébként meg, tehát attól függően ki az audience, tehát hogy lehet bőven megszűkebb halmazokkal dolgozni, és mondjuk egy belsős ilyen chatbotot, belsős topikokkal, tehát ennek semmi akadálya, és akkor ugye ez kap egy publikus URL-t, azon van egy SSO előtte, tehát hogy egyébként nagyon jól kezelhető bármilyen körben. Úgyhogy meglátjuk, de ez a jövő, erre fele megyünk. Érdekes. Körözünk még egyet, még talán... Nem is tudom, hogy állunk idővel, mondtam, most járunk egy óránál, szeretnétek még egy címet. Elég volt. Beszéltük még. Majd zárjuk le akkor. Nekem nincs már több témám. Jó, hát szerintem a legérdekesebb, a legfontosabb, akkor talán mindenki elmondta itt az elején, elpufogtatta, hogy kell, nem a végére kell. Így időhúzásra még van két gondolatom, de tényleg. Na, hát akkor... Csak most meg kell menni aztának. Nagyon sok, csak így általánosan, hogy mindig nagyon-nagyon sok ilyen információbiztonsági, ilyen security jelenlőt is szokott venni. Most is nagyon sok volt, de csak két szolgáltatásunk, vagy két szolgáltatás az AVS-nek, amit mi szeretnénk mindig tolni, meg szeretjük is őket, hogy az Inspector meg a Detektív, valahogy nem, hogy mondjam, így nem mindig találunk kérdőfülekre. Csak így most is elmondom, hogy az csak így a machine learning kapcsán az Inspectorba, meg a Detektívbe is ugye bekerültek a machine learning modellek. Uh-huh. Úgyhogy most már az Inspector tudja azt, hogy a gyáron kijött az, hogy a Lambda kódba keresi a sérülékenységeket. Most viszont kijött hozzá az, hogy nem csak megkeresi a sérülékenységeket és rámutat, hanem van ötlete, hogy hogyan tudod megjavítani. A Detektívbe tett ugyanez, hogy a Detektív az csinálja, hogy összeszedi ugye különböző forrásokból a különböző eseményeket, és akkor korrelál, és akkor megpróbál rámutatni arra, hogy ami meghalt, az mitől halt, meg milyen egyéb események változata vezetett el oda, hogy meghalt, tehát ilyen szempontból elég jó kis eszköz. Ugyanígy meg van támogatva ugye, mesélőlék modellekkel, és sokkal könnyebben tudja kidalálni, hogy mi lehet ugye a műkéz. Úgyhogy szeretjük ezeket a dolgokat, hogy átsorognak a kevésbé használt de számunkra szívünk a szolgáltatásokba. Ja, ugye az itt az Inspector meg a Detektív szélsz 5 perc volt. Azt látom, hogy a helye van, ez biztos, tehát
ez mindenhol abszolút javasolt, és hát igen, nyilván hagyományos security szemszögből meg igen, ehhez kell egy edukáció, hogy ezt lássák, de nagyon hasznosak. Senki többet? Akkor ez volt a végszó, szuper végszó volt. Köszönjük szépen a figyelmet. Ha bármilyen kérdés lenne felénk, akkor nyugodtan az infokosz.tc2.hu-n meg lehet találni minket, vagy LinkedIn-en, e-mailben. Szervusztok! Sziasztok! Sziasztok!